egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Megcélozni a legszebb álmat, komolyan venni a világot. Mindig hinni és remélni, így érdemes a Földön élni. Minden korban van valami, ami akkor és ott jó, és éppen attól válik szépé, hogy vissza nem hozható. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Tiszteld az embert, szeresd a szépet, tanulj küzdeni, mert ez az élet. Útjaink százfelé vált, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, és építkarunk egy szebb holnapot. Keresd az életben mindig a szépet, ragadd meg azt, amit más észre sem vesz. S hidd el, ha sokszor durva is az élet, mindig találni benne kellemest és szépet. Egy előírt ötvözet helyett csodálatos mozaikká váltunk. Különböző emberek, eltérő hittel, más-más vágyak, egyedi remények, egyéni álmok. Tégy minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges. Gyönyörű az, ha az ember célba lát, s eléri azt, tűzön vizen át. Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép, az élet, a munka, a tárgykarokkal vár, s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Nem ez szép élethez, nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más. Ez nagy lázadás, egy osztálykirándulás, volt egy osztály, egy egész világ, te is ott voltál, emlékszem rád, mert néha még tart az osztálykirándulás. Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennem, millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemem. Csillagnyi mosolyt, melyet ti szereztetek nekem, köszönöm, hogy vagytok nekem. Szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a régi jóvilág, és mint a fecske alkonyat is szélnek, a szárnyát bontott is seregdiák. Ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték 60 percnyi van, minden kincsének bírod ezt a földet, s ami még több, ember vagy fiam.
Azt mondják, az út, mit válasz, csak a tied, nem fogja senki a kezed, tanáraid sem figyelik minden lépésedet, s az osztályfőnököd sem lesz ott már veled. Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt. Itt hagyjuk kedves iskolánk, indulunk messze már. Barátaink és társaink, a szívünk nem felejt, te kedves osztály végtanyánk, immár Isten veled, immár Isten veled. Evel sem búcsú lenne, a 4 évet megköszönném vele. Köszönöm a tudást, a sok bíztatást, a figyelmeztetést és minden mást. Ne kérdezd, merre visz az út, a válasz biztonságot úgy sem nyújt. Nem tudja senki, hogy hová érkezel, magadtól indulj egyszer el. Magadtól indulj egyszer el. Vallag már a vindiák, tovább, tovább. Mondják sokan, száll az ének, messze száll, megy az élet, meg nem áll, soha. Visszaemlékszünk az első napjainkra, a bukással fenyegető nehéz harcainkra, s legvégül a győztesnek látszó sikeres csatára, arra, hogy mit elértünk, nem volt hiába. Mint virág úgy nyíltunk ki a 4 év alatt, s mint szellő elsodortak a búcsú szavak. Észrevétlenül vitt tovább a tanulás ára, s majd büszkén emlékszünk vissza az örömmel telt mára. Nehéz a búcsú, de az út még nagyon hosszú. Az időn kevés, emlékül kísér a sok nevetés. Az a 4 év sokat ér, az öreg diák még visszatér. Mindig is naív voltam, csak az orrom után futottam. Sibaimból okultam eleget. Sosem feledem el ezeket. Köszönöm a sok kirándulást, a rengeteg múzeumlátogatást, és a történelmi kalandozást. Thank you.
Kedves gyerekek, eljött a búcsú pillanata. Az a pillanat, amely mindenkit szomorúsággal tölt el. Valami elmúlik, ami kedves volt nekünk, valahonnan el kell mennünk, ahol jól éreztük magunkat. A búcsúzás mindig fájdalmas, de mindig egy új lehetőség kapuját nyitja meg. Különlegesek vagytok, valamennyien egyediek, és megismételhetetlenek. Most tovább indultok életetek első állomásáról, nagy utatokon. Ezen az úton én már csak messziről követhetlek benneteket, de ott lesznek a szüleitek, az új tanárok, akik segítenek a nagy feladatban. Abban azonban biztos vagyok, hogy valamennyien szívesen emlékeztek vissza az iskolai rendezvényekre, az osztály által előadott irodalmi műsorokra, a tanulmányi versenyekre, a foci bajnokságokra és egyéb sportvetélkedőkre, akadályversenyekre, a színház látogatásokra, a családi napokra, a lecsó és paprikás krumpli főzésekre, vagy az osztálykirándulásokra Kassán, Egerben és Budapesten. Mindig rengeteg élménnyel jöttünk haza, és úgy éreztük, minden alkalommal közelebb kerültünk egymáshoz, egyre jobb lett az osztályközösség. Szeptembertől várt titeket az új iskola, az új osztálytársak, és mondhatom, egy új élet is. Biztosan nem lesz könnyű, de már valamennyien nagyon várjátok. Egész életünkben úton vagyunk. Útra kelünk, hogy ismereteket szerezzünk, és útra kelünk, hogy hazaérjünk, hogy azok között legyünk, akiket szeretünk. Egy dolog azonban mindig nagyon fontos, hogy az útnak mindig legyen célja. Én azt kívánom nektek, hogy az előttetek álló lehetőségeket ne szalasszátok el, ne féljetek az újtól, az esetleges kudarcoktól sem, hiszen a jó és a rossz dolgokra is szükség van ahhoz, hogy az utatokon eredményesek legyetek. Sok sikert kívánok nektek a nagybetűs életben, és remélem, mindannyian eléritek kitűzött céljaitokat. Jó utat nektek! Kedves ballagó diákok! Az életben sok mindenre vágyunk. A kicsik arra, hogy nagyok legyenek, a nagyok arra, hogy felnőtté váljanak, a felnőttek pedig gyerekek szeretnének lenni újra. Szívet melengető, ahogyan a csetlőbotló lányokból hölgyek lettek, és fiatal férfiak a fiúkból. Nagyszerű emberek vagytok, csodálatos közösségé kovácsolódtatok az elmúlt 8 év alatt. Kiálltok magatokért, összetartoztok, vigyáztok magatokra. Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve, talán még nem értitek, mi értelme volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek. Mi értelme volt a sok tanulásnak, a sok próbatételnek és kihívásnak? Nem baj, ha így érzitek. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek az iskola, a műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét. Csodálatos dolog az iskola, és mindannyiunk életében a ballagási ünnepség. Sírunk és nevetünk, bizakodunk és kételkedünk. Kedves emlékeink maradnak az iskolai kirándulások, kőkapu, Eger, Parádfürdő.
a 4 év emlékeinek felidézése közben ne feledkezzünk meg arról, hogy a tanulásban nem csak az osztálytársak és tanárok nyújtottak segítséget, hanem a család is. Köszönet illeti meg a szülőket, nagyszülőket, nevelőszülőket, akik felneveltek, anyagi és érzelmi hátteret biztosítottak a nyugodt tanuláshoz. Itt az idő, hogy egyre közelebb kerüljünk az úgynevezett nagybetűs élethez. Müller Péter szavait idézem. Lejátszani csak azt a kottát tudod, melyet magaddal hoztál. Sok mindent variálhatsz. Elronthatod, rosszul játszhatod, szépen játszhatod, rögtönözhetsz. Szólamokat megváltoztathatsz benne, oda is vághatod a hegedűdet, hogy darabokra törjön, de a nagy kottától nem térhetsz el lényegesen. Elronthatod az életedet, és kihozhatsz belőle gyönyörűséget is, de akár csúnyán, akár szépen, sőt csodálatosan játszod, a te dalod szól. Remélem, mindenkinek a szem előtt lebeg a cél, hogy hová szeretne eljutni, mit szeretne elérni az életben. Kívánom minden tanítványomnak a legjobbakat és nagyon sok kitartást. Kedves ballagó nyolcadikosok, kedves diákok! Ha rendkívüli körülmények között is, de véget ért számotokra a tanév. Több éven át tanultatok azért, hogy ma együtt ünnepelhessünk. Sajnos ezt most másképpen tesszük, mint eddig. Mégis ünnepel a szívünk, hiszen eredményesen zártátok az általános iskolai tanulmányaitokat. Azt gondolom, hogy ha nem is könnyen, de mára elfogadtuk a digitális tanrend hozta változásokat. Büszke vagyok arra, hogy ti és iskolánk minden tanulója elfogadta ezt a merőben szokatlan helyzetet, segítettétek tanáraitok munkáját. Hiányoztok. Hiányzik az iskola épületében megszokott zsivaj, nyüzsgés, mosolygó arcok. Hiányzik a balagás énekek morajlása, az ünneplőbe öltözött vidámság. De nem szabad, hogy a veszteségeken rágódjunk, hiszen az élet nagy tanító. Sokszor átírja terveinket. Tudom, hogy tanuló, szülő és pedagógus számára a hagyományos oktatáshoz képest sokkal több nehézséget okozott a digitális oktatás. Mégis sikerrel vette mindenki az akadályt. Legyetek büszkék magatokra! Tisztelt szülők! Köszönöm a támogatást, a segítő együttműködést, melyen megkönnyítették a számunkra sem könnyű feladatokat ebben a rendkívüli helyzetben. Köszönöm Önöknek, hogy erősítették gyermekeiben azt, hogy ebben a szokatlan helyzetben is állják meg a helyüket, legyenek képesek a legjobbakat kihozni önmagukból, és vegyék sikerrel az eléjük került akadályokat. Kedves ballagók, a középiskolai tanulmányokhoz sok sikert és kitartást kívánok. Útravalóként egy időzettel búcsúzom tőletek. Merj álmodni, mert az álmok álmodói meglátják a holnapot. Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása, s a remény érzed bennünket. Merj nyúlni a dolgokért, amit senki más nem lát. Ne félj el látni, amit senki más nem lát. Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban. Mert odabenn, a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai. Díjak átadására kerül sor. Az iskolában lévő kitüntető díjak átadására felkérem Szebeni Endrét, pályázó polgármesterét. Tisztelt igazgató, kedves ballagó diákok! Egy rendkívüli tanév végén köszönünk el most tőletek, és különleges ez a ballagás is. Ilyen ballagásra ritkán kerül sor, reméljük, hogy a jövőben már ünnepélyesebb körülmények között tudunk tőletek búcsúzni és elköszönni.
Azt gondolom, hogy eredményes 8 év van mindannyiótok mögött. Én arra kérlek benneteket, hogy legyetek büszkék arra, hogy Pálházi diákok voltatok. Jó szívvel gondoljatok vissza az itt eltöltött diákévekre. Szeressétek tanáraitokat, tiszteljétek őket, és szeressétek az alma mátert, amiből most új utak felfedezésre indultak. Kívánok minden Ballagó diáknak sok sikert, eredményes diákéveket a középiskolás évekre, és kívánom azt is, hogy valósuljanak meg azok a célok, álmok, amelyeket elterveztetek az életetekben. Tanulói közül nagyon sokan vannak, akik nagyon szép teljesítmény nyújtottak a 8 év alatt, és vannak olyan tanulók, akik minden 8 évben kívülő tanulmányi teljesítményt nyújtottak, még a 8-ban is. Ilyen tanulók azok, akik most ezeket a díjakat megkapják, és amilyen élen polgármester ötlet jelképesen adja át számukra. Kovács Nádor, az EMA Kft. Által felajánlott X-et kapja, 8 évi kimagasló tanulmányi teljesítményért, és azért a munkáért, amit a sportban és az iskolában végzett. Jelképesebb újságpolgármesterről is gratulálunk. Gratulálunk Kovács úrnak, és további sok sikert és eredményeket kívánunk a továbbtanásban és az életben. A másik díjat kaptunk, az Arany Karisznyagé. Ebben a díjban sikerült támogatóra találnunk polgármester úrban, ő az, aki felajánlja minden éven ezt a díjat. A nevelőtestületnek kellett dönteni, hogy ki az a tanuló, aki ezt megérdemli. Nagyon sok tanulónk van, aki megkaphatta volna, de ezek közül csak egynek kellett ezt átadnunk és jelképesen átadni. A tanulót Juhász Krétának hívják. 8 éven kiváló tanulmányi teljesítményt nyújtott, mindig számíthattunk rá, nagyon ügyesen dolgozott, és büszkék vagyunk rá, hogy taníthattuk. Kérem a polgármesterúrat, jelképesen adja át a díjat számára. Gratulálok Juhász Krétának is, és neki is további sok sikert és eredményeket kívánok. Kérem a díjazókat, hogyha Pálházán a polgármesteri hivatalban járnak, szüleikkel együtt keressék meg polgármester urat, és akkor átvehetik az általuk megérdemelt díjat. Köszönöm. A 2019-2020. Tanévben könyvjutalomban részesülnek 8. A-osztály, Juhász Gréta, Kovács Nándor, Kis Bence Dominik, Nagy Fanni, Novák Sándor, Kohl Zsanett, Albert Balázs, Zoboki Péter, Tóth Loretta Aliz, Kuma Liliana Emma, Mundér Jessica, Turcsák Tamara, Szedlák Bálint Máté. A 2019-2020-as tanévben könyvjutalomban részesülnek 8. B-osztály. Balázs Dorina, Balázs Olivier Ronaldo, Balogh Jonatán, Dandás Vivien Fanni, Gajas Alexandra Dalma, Rácz Leila Vivien. Odakint már vár ránk a nagybetűs élet, a sorsunk immár egy másik útra lépett. Elballagunk szépen, mert éretté váltunk, most már más irányba visz minket a vágyunk. Jó tanárainknak megköszönjük szépen, utunk végéhez ért, nekik jár az érem. Kevés most a szép szó, csokorba virágok, most már búcsút mondunk mi, a vén diákok.